you doing, step bro? Csak kapta is egy választ, hüröttem este, de ne sírjál, Fideszben és a KDNP-ben ülnek a volt MSZNP tagok. Normalitás, relativizálásra, hanem hogy nem erőlteted rá másra a véleményedet. Maximálisan egyetértünk. What is this? A crossover episode? Eljött ide a Momentum generáció aranycsapata, itt vagyunk 11-en. Ugyebár azt tudjuk, hogy Orbán Viktor nem mer kiállni, vitázni velünk. Viszont azt is tudjuk róla, hogy imád focizni. Mi is imádunk focizni. Úgyhogy ezúton is szeretnénk őt megkérni arra, hogy hozzá a csapatát és focizzunk egyet. Here he is again. It's astonishing. It's absolutely world class. Most még koalíció. Ez a józan ész koalíciója, ami azért jött létre, hogy ez az ország végre normális helyes. Ne arról kelljen még beszélni, hogy egyik vagy másik politikus mit val be, miközben egyébként világ tudja róla, az egész föld bolygó lakossága tudja róla, hogy milliárdos. Paprikás tudni. Csak keményen, mint a rock. Let's speak English. Gyerekek, drámaian lecsökkent a férfiak tesztoszteron szintje az elmúlt 40 évben. Nagyon sok férfinak akár harmadával is csökkenhetett. Jelenség mögött az állhat, hogy a mai ember már sokkal kevesebb dolgot akar megoldani agresszív úton. Követőket akarsz, szerepet játszasz, jól akarsz kinézni, ilyesmik dominálnak. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy amikor rávilágítok egy ultraliberális véleménynyilvánítással kapcsolatban arra, hogy mennyire nem helytálló ez a dolog, mennyi tévedés és ellentmondás van benne, az alkotója már azzal védekezik, hogy jaj, nem kell komolyan venni, csak vicceltem. Nem kapja meg a jogos terét a konzervatív értékrend, csak a liberális. Ez nem toleráns liberális világrend, ez szélsőséges ultraliberális véleménydiktatúra. Bárki, aki konzervatív, azt cenzúrálja, zúrázzák, lenézik, és ostobának kiáltja ki a jelenleg regnáló, önkényes ultraliberális hatalom és az azt követő ultraliberális polgárok. Képmutatás az, hogy ultraliberálisok toleránsnak vallják magukat. Azt vettem észre az ünnepek alatt, hogy rengeteg ateista ultraliberális ünnepelte a karácsony. Keresztény ellenesként miért ünneplitek a keresztény vallás egyik legnagyobb ünnepét? Ahó tiktokosok, nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan követitek most már a munkámat. Ha továbbra is szeretnétek exkluzív tartalmakat tőlem, akkor tegyétek így a jövőben is, maradjatok velem, számítok rátok! Várunk, esetleg egy kis fazatérzés, adjuk el a fogunk!